A Bohém Rapszódia elindított egy divatot, amiben híres bandákról készítenek életrajzi filmet. Persze voltak korábban is ebbféle darabok, de most indult be az üzlet igazán. Elton John, Beatles és persze mai alanyunk a Mötley Crüe is megkapta a maga mozis feldolgozását. Lássuk, mit sikerült kihozni a glam rock atyainak pályafutásából. Egy tipikus életrajzi műről beszélhetünk, ami a bevett panelekből építkezik. Viszont biztosít minket arról rögtön a nyitó jelenetben, hogy itt nem lesz finomkodás és messze nem ártatlan szendékről van itt szó. Féktelen bulizás, töménytelen pia és drog, meg egy nő, aki akkorát élvez, hogy szétspricceli a komplett szobát. Ez a Mötley, és erre készüljünk fel. Nyilván nem ússzuk meg háttéranyag nélkül, de ezzel nincs is semmi baj, mindenkiből annyit kapunk, amennyit kell. Nicky sanyarú gyerekkora, Tommy lazassága, Mick betegsége és Vince tributos múltja is előkerül, de a lényeg az igazi rockstar léten és a vele járó viszontagságokban rejlik. A The Dirt annak a Jeff Tremaine-nek a munkája, akinek a Jackass filmeket is köszönhetjük, így borítékolható volt, hogy nem maradunk polgárpukkasztás nélkül. Mondjuk nehéz is lett volna, bár a Bohém Rhapsody-nál is meglépték sajnos. Itt szó nincs ilyesmiről, premier plánból tapasztaljuk meg a hedonista életmódot, és ez így is van jól. Kicsit talán kevés a zenei élmény, a koncert hangulat, inkább az életstílus kerül előtérbe, amit kicsit sajnáltam, mert bár soha nem voltam egy Mötley fan, azért egy jól megkomponált dalbetét iszonyúan hatásossá tudja tenni a cselekményt. Nicky Sixről és bandájáról tudni kell, hogy csupa fura fazomból állt. Az ő jellemüket nagyjából sikerült rendesen visszaadni. Tremaine akkor érzi magát igazán elemében, amikor a nézőt is bele kell dobnia a bulik atmoszférájába. A film egyik csúcs jelenete, amikor Tommy elmeséli, hogy egy turné során miként telik egy napja. Fel kell, koncert, buli, vandálkodás, szex, majd kifekszik. Szuper szegmens, remek rendezéssel és kreatív operatőri munkával. Ezen felül nagyon tetszett, hogy a Dirt mer önreflexív és poénos lenni. Ledöntik a negyedik falat és kiszólnak hozzánk nézőkhöz, hogy ez nem feltétlenül így történt a valóságban, de fogadjuk el, mert így jobban passzol a filmbe. Sokkal több ilyen kikacsintást el tudtam volna viselni, a cselekmény azonban inkább a drámába szeretett volna átsiklani. Itt bicsaklik meg kicsit, ugyanis Tremaine nem képes jól használni az érzelmeket. Drogfüggőség, önzés, családi tragédia mind visszaköszönnek, és a maguk módján hatásosak is, de valamiért nem tudott annyira megérinteni, ahhoz túl felszínes és kapkodónak bizonyult. Az utolsó harmadra aztán eléggé elfárad a film, és ez a fajta kiégés ábrázolásmódja kicsit szintén izzadságszagúnak hatott. De a The Dirt a hibái és kisebb ferdítései ellenére is egy teljesen korrekt film, ami leginkább a bulizós részek miatt válik emlékezetessé. Nem azt mondom, hogy a Bohém Rhapsody-nak ilyennek kellett volna lennie, de ha az a film fele ennyire tökös lett volna, akkor kb. Egy a Queenhez méltó adaptációt láthattunk volna. Mert hőseink nem szentek. Hiába akarják velünk ezt elhitetni, ebben pedig Tremaine munkája nagyon oda tette magát. Nem egydimenziós karakterekkel operál, még ha a komplexitásukba bele is lehet kötni. Nem mindig pörög maximális fordulatszámon a film, de egy abszolút korrekt képet ad az igazi klasszikus rockstar létről, ezt pedig ilyen kendőzetlenül kell ábrázolni. A The Dirt drámaként szerintem annyira nem állja meg a helyét, viszont nagyon szépen bemutat egy életstílust, ezt az életfelfogást, ami nagyjából meg is mentette a filmet. Úgyhogy én adok rá 70%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!